Sziasztok! Sziasztok! Ebben a videóban egy soros horror történeteket fogunk nektek mesélni. Nem is gondolnátok, hogy egy vagy két jól eltalált mondat mennyire rémisztő is lehet. Kutakodtunk egy kicsit az interneten, és összeírtuk a szerintünk legérdekesebb, legijesztőbb történeteket, és ezeket próbáljuk most előadni, szóval az a 18-as plusz ott a videó elején az komolyan veendő. Esküszöm, mióta egyedül élek ebben a házban, többször csuktam be ajtót, mint ahányszor kinyitottam. Anyám hangját hallottam a lenti konyhából, ahogy engem hív. Mikor elindultam lefelé, valaki berántott a hálószobába. Anyám volt és azt suttogta. Ne menj le, kislányom. Én is hallottam. Fáradtan hazaért, hogy egy nyugodt, pihentető éjszakát töltsél el egyedül. Ahogy a villanykapcsolóhoz nyúlsz, érzed, hogy egy kéz már van ott. Felment, hogy ellenőrizze az alvó kisgyermekét. Az ablak nyitva volt, és a kis ágy üres. Egy nehéz nap után arra értem haza, hogy a barátnőm gyerekünket tartja a karjában. Nem tudtam, mi volt ijesztőbb. Látni a halott páromat és a halva született gyermekemet, vagy a tény, hogy valaki betört a lakásomba és oda tette őket. A vigyorgó arc kiolvadt a sötétből és egyenes rám szegezte üres tekintetét az ablakon túlról. A 14. emeleten lakom. A szüleim egyedül hagytak otthon. A konyhában megszólalt a telefon, de mielőtt még felvehettem volna, valaki felvette és a hangomon beleszólt. Jól vagyok, elmehetnek még nyugodtan vásárolni. Már órák óta néz. Néha megpillantom a tükörképét a képernyőmön, de nem merek hátra nézni. Az utolsó dolog, amit láttam, hogy az ébresztő órán 12:07-et mutat. Ekkor hosszú, töredezett körmét belenyomta a mákosomból, miközben másik kezővel a számot fogta be. Várjattam, de rögtön meg is nyugodtam, hogy csak egy rossz állam volt, majd felnéztem. Az óra 12:06-ot mutatott, és hallottam, hogy nyílik a szekrényajtó. Láttam pislogni a tükörképemet. A feleségem felkeltett tegnap az éjszaka közepén, hogy egy betörő van a házunkban. A feleségemet 2 éve meggyilkolta egy betörő. Beraktam a kisfiam aludni az ágyába, majd egyszer csak azt mondta nekem, apu, Lici, nézd meg, hogy nincsenek-e szörnyek az ágyam alatt. Lenéztem az ágya alá, csak hogy megnyugtassam. Erre ott volt belőle egy másik példány. Ő rémült szemekkel nézett rám, és remegő ajakkal azt mondta, apu, valaki van az ágyamban. Éppen aludtam, mikor picur azt suttogta. Nem tudok aludni. Majd bemászott mellém az ágyba. Reszketve keltem fel, mikor hozzám ért a ruha, amiben eltemettük őt. Buborékos csomagolásban szállították a próbababákat. Meghallottam a szobából a pukkanó hangokat. Megcsókoltam a férjemet a lányom előtt, ahogy máskor is, és hirtelen nagyon csúnyán nézett ránk, és azt mondta. Karina azt mondta, hogy hagyd abba a csókolgatását. Meg fog ölni, ha nem hagyod abba. Azt mondta, apu az övé. Nem tudtam könnyen elaludni az erdőben a faházban. A falon ijesztő portrék lógtak. Amikor viszont reggel felébredtem, az összes eltűnt. Ennyi történetet gyűjtöttünk össze, remélem
Remélem nem fogtok tudni aludni az este. Mégis az volt a cél, de ott volt a figyelmeztető, szóval nem akarok ilyen kommenteket látni, hogy jaj, ilyen videót nem, ez nagyon ijesztő volt. Sírva szaladtam anyuhoz. Sziasztok. Sziasztok. Jó borzongatást. Vagy... Micsoda? Mit verje? Jó, verje. Szép álmokat. Jó szép álmokat, igen. Szép álmokat.